teszed? Önkéntesen a Tiszta Magyarországért hulladékgyűjtési akciót tartottak az ország számos helyszínén, így Rákos mentén is. Máig élő hagyomány címmel nyílt kiállítás. A tárlat a Rákosmenti Népművészeti Egyesület alkotói pályázatára beadott munkákat mutatja be. Szépkorú köszöntés Rákoshegyen. 90. születésnapja alkalmából Víg Gábornét látogatta meg az otthonában dr. Füzesi Péter alpolgármester és Szabó Tiborné önkormányzati képviselő. Köszöntöm Önöket! A Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalom szervezésében április 27-én hulladékgyűjtési akciót tartottak az ország több területén, így Rákosmentén is. A 17. kerületi várostisztítási programot Petrőci Dániel önkormányzati képviselő koordinálta. Magyarországon első alkalommal 2011. május 21-én szervezték meg a Teszed önkéntes hulladékgyűjtési akciót. Az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT közösen várta idén is a vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, illetve az önkéntesek jelentkezését a kezdeményezéshez. Rákosmente 2024-ben is csatlakozott a felhíváshoz, a 17. kerületi eseményt Petrőci Dániel önkormányzati képviselő koordinálta. A Teszed akciót már évek óta országosan szervezik, ugye ez egy állami támogatású rendezvény, mondjuk így rendezvények jótékonysági akciónak mondanám inkább, hiszen önkéntesen szedjük mások után a szemetet. Ennek az akciónak azt hiszem már a 12. évét tapossa országosan, és nyilván minden évben a kerületből is több helyszínen csatlakoznak hozzá önkéntesek, civilek, helyi szerveződések. Most Rákoskeresztúra esett a választás, én ezt a területet jelöltem meg. A Népkert és a Patak közötti kis erdő, ami hát sajnos elég szemetes, nem olyan szép kultúrát, mint mondjuk maga a Népkert, és ezt próbáljuk egy picit helyrehozni, mindezt úgy, hogy önkéntesen csináljuk. A szervezők a Teszed feliratú zsákok mellett kesztyűt is biztosítottak a megjelenteknek. Az illegális hulladék vízbe, talajba, valamint levegőbe kerülve nem csak az élővilágra, hanem az emberek egészségére is káros lehet. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében a közösség ereje által varázsoljuk tisztábbá környezetünket. Petrőci Dániel önkormányzati képviselő kiemelte, a városvezetés számára rendkívül fontos a környezetvédelem. Ezért, ahogy az elmúlt években sem, úgy az idei esztendőben sem volt kérdés, hogy csatlakozik a kerület a kezdeményezéshez. A környezetvédelem nagyon fontos számunkra olyannyira, hogy környezetvédelmi tanácsnoka is van az önkormányzatnak, illetve a képviselőtestületnek, úgyhogy kiemelt helyen foglalkozunk a környezetvédelemmel, de csak hogy a legközelebbi példát mondjam, május 11-én, ha jól emlékszem, ismételten sítszedő akciót gyűjtünk, ez azt jelenti, hogy kerület szerte több ponton a lakosság leadhatja a kisebb mennyiségű sites zsákokat, amik keletkeztek akár egy átalakítás vagy egy építkezés során. A Teszed akció civil önkénteseihez csatlakozott Papné Veszprémi Júlia, a Rákosmenti Összefogásért Óvoda intézmény vezetője, valamint Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő is. Máig élő hagyomány címmel nyílt kiállítás a Rákoshegyi Közösségi Házban április 26-án. A helyszínen a Rákosmenti Népművészeti Egyesület alkotói pályázatára beadott munkákat tekinthette meg a közönség, melyek népművészeti, iparművészeti és egyéb kategóriákban érkeztek. A tárlatot Elgácsi Éva nyitotta meg, az eseményen pedig előadásával közreműködött a keresztúri szlovák asszonykórus. A keresztúri szlovák asszonykórus előadásával vette kezdetét a Máig élő hagyomány című kiállítás megnyitója a Rákoshegyi Közösségi Házban. A helyszínen a Rákosmenti Népművészeti Egyesület pályázatára beérkezett alkotásokat tekinthette meg a közönség. Borbás Katalin, a szervezet elnöke elmondta, a már második alkalommal meghirdetett projekt célja a tehetségek felkutatása, illetve az április 24-i népviselet napjának megünneplése.
Ezzel kapcsolatos volt a mostani pályázatunk is, tehát egyrészt van benne egy ilyen tehetségfelkutatás, egy olyan vonulata, hogy hadd mutassák meg az emberek magukat valamilyen módon. A másik, amit viszont most bekerült a kiállítás az új Rákoshegyi Közösségi Házba, eddig a Vigyázó Művelődési Házban volt ugye, általában a kiállításunk, de most az új közösségi ház erre teret adott, és ők nagyon komolyan gondolják a népviselet napja köré szerveződő eseményeket. Ezt a kettőt kapcsoltuk most össze. A pályázatra idén népművészeti, népi iparművészeti és egyéb kategóriákban 12 jelentkezést regisztráltak. A bemutatott munkák között ruhadarabok, kerámiák és különböző díszek is szerepeltek. A tárlatot Elgácsi Éva, a Keresztúr hagyományőrző körelnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, a közszemlére bocsátott alkotásokat látva az érték, szépség és öröm szavak jutottak az eszébe, mint kiemelte, bármi lehet népművészet, amelyben az emberek sokasága megtalálja és újraalkotja a valódi szépséget és minőséget. A hagyomány az a szellemi érték, mely tanúskodik létünk ezerszínűségéről. A hagyományőrzésről akartam beszélni, amely mára túlnőtt önmagán, hisz már rég nem csak a népművészetről szól. Az örökérvényű emberi és szellemi erkölcsi értékeket is őrizni, óvni kell. Akár formájában újra gondolva, ruháját újra szabva, hogy a hihetetlenül megváltozott világban megmaradhasson a lényeg. Az esemény zárásaként a művészek kiemelkedő pályaműveikért okleveleket és ajándékokat vehettek át a szervezőktől. A kiállítás május 22-ig látogatható a Rákoshegyi Közösségi Házban, az intézmény nyitvatartási idejében. Április 26-án Rákoshegyi otthonában látogatta meg 90. születésnapja alkalmából Víg Gábornét, dr. Füzesi Péter alpolgármester és Szabó Tiborné önkormányzati képviselő, akik az ünnepeltet egy Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevéllel és egy csokorvirággal köszöntötték fel. Éva néni 1962 óta él a 17. kerületben, és mind a mai napig megőrizte aktivitását, ahova csak tud, kerékpárjával közlekedik. Szeretnék egy emléklapot átadni Víg Gáborné részére, 90. születésnapja alkalmából. Egy Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevéllel és egy csokor virággal köszöntötte Rákoshegyi otthonában a 90. születésnapját ünneplő Víg Gábornét, dr. Füzesi Péter alpolgármester és Szabó Tiborné önkormányzati képviselő. Éva néni 1934-ben született Nyíregyházán, édesapja főkönyvelőként, míg édesanyja háztartásbeliként tevékenykedett. Az egyetem elvégzését követően német szakos tanárként helyezkedett el. Pedagógusi karrierjét Rákospalotán, valamint a 8. kerületben kezdte meg, majd 1962-ben költözött Rákoshegyre. Ekkorát munkába először a Ferihegyi úti általános iskolában, nyugdíjazásáig pedig az egykori Fűr Sándor gimnáziumban dolgozott. Az ünnepet 58 évig élt házasságban, két gyermekük, három unokájuk és három dédunokájuk született, mind a mai napig aktív életet él, elmondása szerint ahova csak tud, kerékpárjával közlekedik. A biciklizés életforma nálam, annak köszönhetek mindent, és valami csodálatos, különleges dolog, hogy csetlek botlok a járdán, és a biciklén pedig kutya bajom teljes tökéletes biztonsággal, de valami szürreális dolog már ez az én biciklizésem, mert ha jön valami szembe, én azt nem látom, csak akkor észlelem, amikor már pont mellettem van. Az idős hölgy a hosszú élet titkát a fegyelmezett életmódjában látja, amellyel évtizedek óta meg tudja őrizni testi, szellemi és lelki jólétét. Nagyon igaz az, hogy épp testben, épp lélek. Figyelni kell, megpróbálni egészségesen élni. Rengeteget mozogtam világ életemben, és hál' Istennek fiam és unokáim is örök mozgók, és a két kislány dédunokám, uram, teremtőm, na őket követni a mozgásukban az már lehetetlen. Úgyhogy igen, frissen, élénken tartani testet és szellemet. Éva néni szívesen kertészkedik, legkedveltebb elfoglaltságai közé a rádió és a zenehallgatás tartozik. Idén április 27-e és 28-a között rendezték meg a Budapest és környéke párbajtőr diákbajnokságot.
A 12 éves múltra visszatekintő sporteseménynek a hagyományokhoz híven ezúttal is a Diadalúti Általános Iskola adott otthont. A helyszínen dr. Bakos András alpolgármester mondott megnyitó beszédet. Idén 12. alkalommal rendezték meg a Budapest és környéke párbajtőr diákbajnokságot, melynek keretében tehetséges gyermekek mérték össze tudásukat április 27-e és 28-a között a Diadalúti Általános Iskolában. A sporteseményen ez alkalommal is különböző korcsoportokban, illetve A és B, vagyis leigazolt és még nem leigazolt kategóriákban indulhattak a tanulók, akik Budapestről, Debrecenből, Paksról, valamint Szekszárdról is érkeztek. Az esemény dr. Bakos András alpolgármester nyitotta meg, és amint az beszédében kiemelte, a városvezetés fontosnak tartja, hogy olyan nemes, évszázados hagyományokra visszatekintő sportot is űzhessenek a fiatalok, mint a vívás. Több mint egy évtizedes hagyománya van annak, hogy itt Rákos Csaba Újtelepen a Diadalúti Általános Iskolába kerül megrendezésre ez a verseny. A Diadalsúli vezetése, Rákosmente önkormányzata és a helyi civilek a Rákos Csaba Újtelepért Egyesület támogatásával indult el ez az esemény, és sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy most 12. alkalommal rendezhetjük meg. Önkormányzatunk most is támogatja és támogatni fogja ezt a rendezvényt. A vívóbajnokság évről évre nagyobb versenyzői létszám mellett zajlik. Rafai Gábor intézményvezető elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a sportesemény nagy népszerűségnek örvend, valamint elismerését fejezte ki a szakedző Budai István szakmai tevékenységével kapcsolatban. Büszkén mondhatom el, hogy a legmagasabb részvevői létszámmal nyitotta meg dr. Bakos András alpolgármester úr a versenyt. Hát a 12 év fokról fokra alatt, fokról fokra erősödött a verseny. Emlékszünk még a nagyon kezdetekre, akkor kapott a nevét a verseny Budapest és környéke, mert nagyon szerények voltunk, hogy az első próbálkozásnál a fővárosi egyesületek mellett az agglomeráció sportolói jelentek meg, köszönhetően annak, hogy budai tanár úr szakedzői munkáját nagyon megbecsülik a kollégái. Budai István kitért rá, ezt a sportot érdemes 9-10 éves korban elkezdeni. Fontos továbbá mentálisan és fizikailag is felkészültnek lenni egy-egy megmérettetés előtt. Továbbá kiemelte, a mostani egy nagyon jó lehetőség a még le nem igazolt versenyzők számára, hiszen így ők is képet kaphatnak az eredményességük aktuális mértékéről. A Diák Olimpián is szerephez jutnak azok a versenyzők, akik a egyesületbe ugyan járnak, de még nincsenek leigazolva, illetve kevesebbet edzenek, mint akik a profik szinten szeretnék elérni. Nekik általában ilyen lehetőségük kevés van, csak a diákolimpia, és ezért lett ez a verseny így rétlehozva, mert itt az iskolában is, akik vannak gyermekek, gyakorlatilag az a csoport, az ketté oszlik erre a kettőre. Valaki nem szeretne többet vállalni, csak heti egyszer-kétszer jár le, valaki viszont van, ugye heti ötször. És így lehetőséget biztosítunk a B kategóriásba is egy megmérettetésre. A legjobbaknak szánt díjakat Halász Dezső, Rákos Csaba Újtelep önkormányzati képviselője adta át az érintetteknek. Köszönetét fejezte ki továbbá az intézmény igazgatója felé, hogy évről évre otthont biztosít a diákbajnokságnak és segít a szervezésében. Amint arra rávilágított, a vívásnak csak úgy, mint minden mozgásformának számos a jótékony hatása a gyermekekre nézve. Kitartás, szorgalom, türelem, stb. És tehát nagyon sokat, amit talán most még föl sem tudnak fogni, de arra ösztönözném őket, hogyha majd ez leüllepszik bennük, és eltelik 10-20 év, és rájönnek arra, hogy mennyi értéket kaptak, akkor majd ezt köszönjék meg a szüleiknek. A megmérettetésen jól teljesítettek mind a Diadalúti Általános Iskola, mind pedig a 17. kerület egyéb oktatási intézményeinek diákjai. Tóth Benedek, a házigazda tanintézet 7. osztályos tanulója évek óta szép eredményeket ér el, ezen a versenyen B kategóriában a 6. helyen végzett, és amennyiben lehetősége lesz rá, felnőttként is szeretné folytatni a vívást, hiszen meglátása szerint az nem csupán egy ideális mozgásforma, de a közösség építő ereje is nagy. Vívni ugye az iskolában kezdtem el, olyan 5. korom óta vívok, és amikor először kipróbáltam, nagyon megszerettem, és ugye bár szerencsére az iskolában nagyon jók erre a lehetőségek,
A vívásban azt szeretem, hogy igazából egy olyan sport, ahol az agyadat is kell nagyon használni, nem csak az izmaid, azt nyilván kell hozzá testi erőnlét nagyon sok, viszont ugyanakkor nem csak ez, és ezt nagyon szeretem benne. A párbajtőr bajnokság április 28-án folytatódott. A kétnapos megmérettetés során több mint 350 jelentkező mérettette meg magát versenyszituációban. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Április 25-én tartotta meg ebben a hónapban esedékes képviselőtestületi ülését Rákosmente önkormányzata. Amint az a polgármesteri beszámolóban elhangzott, 41 új buszváróval gyarapodott a 17. kerület. Hamarosan befejeződnek a Cséplő és Ede utcákban kialakítandó szabadidőparkok kivitelezési munkálatai. Május közepén pedig a Vidor utcánál létesített elkerülő út idéglenes forgalomba helyezése is megtörténik. Egy nemes gesztus előzte meg az áprilisban esedékes testületi ülést. Kőszegi Anna Mária, kerületi kötődésű képzőművész felajánlotta ugyanis Rákosmente önkormányzatának Palás című 3 méteres francia szövött fali kárpitját, mely alkotása jövőben a 301-es terem falát fogja díszíteni a városházán. A kárpit művésznek Horváth Tamás polgármester személyesen mondott köszönetet. A megjelentek ezt követően egy perces néma felállással emlékeztek az életének 81. évében elhunyt Deri Csaba László zenetanára, karmesterre, zeneszerzőre, a Bartók Béla Alafokú Művészeti Iskola egykori igazgatójára, Rákosmente díszpolgárára. A folytatásban a polgármesteri beszámoló következett, melynek kezdetén a városvezető elmondta, hogy új buszvárokkal gyarapodtak a 17. kerület közterületei. 2023-ban 26, ebben az évben pedig 15 buszvárót helyeztünk el azokban a buszmegállókban, ahol korábban ilyen nem volt, hogy a buszok érkezéséig esőtől, széltől, erős napsütéstől védve tudjanak várakozni a rákosmenti polgárok. Joggal tehető fel a kérdés, miért most történt ez, miért nem történt semmi ez ügyben a korábbi években. Nos, talán érdemes mindenkinek az emlékezetébe idézni, hogy még 2006-ban a korábbi baloldali városvezetés olyan kirívón előnytelen hosszú távú szerződés kötött Rákosmentére nézve, amely mostanáig meggátolta az önkormányzat beleszólását abba, hogy melyik buszmegállóba kerüljenek fedett várók. A tavalyi évben sikerült végül hatósági szerződés útján rendezni a helyzetet, és ennek köszönhetően tudtunk több mint 40 helyszínen fedett buszvárót telepíteni. Jelenleg is zajlanak két nagy szabadidőpark építési munkálatai Rákoskeresztúron a Cséplő utcánál, valamint Rákoscsabán az Ede utcában. Mindkét beruházás hamarosan befejeződik, ezért ezek aktuális állapotáról adott tájékoztatást a polgármester. Most 2024 tavaszán pedig lassan a végéhez közeledik az a munka, amelynek során közel egy hektáros parkban a pumpapálya mellett helyet kap egy futókör, egy keresztpálya, mezítlábas ösvény, pihenésre vágyóknak sétány, padok, ivókút, a kutyával érkezőknek pedig egy elkülönített kutyafuttató és egiliti pálya is lesz. De folytatva a sort, az Ede utcai park is már nagyon jól állapotban van, mármint a felújítást illeti, hiszen itt is nagyon haladnak már a munkálatok, a pálya és a futókör burkolatok elhelyezése zajlik jelenleg, a növény is telepítés és a padok elhelyezése már elkészült, pingpong és tekbalasztalok már kint vannak a terepen, úgyhogy várhatóan hamarosan itt is befejeződnek a munkák. Horváth Tamás végezetül kitért rá, hogy a jövő hét folyamán megkezdődik a Vidor utca műszaki átadása, a folyamatot pedig a tervek szerint az út ideiglenes forgalomba helyezése fogja követni május közepén. Az ülés a napirendi pontok megtárgyalásával folytatódott, ennek keretében a képviselők egyhangulag fogadták el a 17. kerületi rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Az esemény megtisztelte jelenlétével dr. Terdik Tamás, a budapesti rendőrfőkapitányság vezérőrnagya, valamint Horváth Lajos, a 17. kerületi rendőrkapitányság vezetője. Utóbbi elmondta, hogy számos közúti ellenőrzést hajtottak végre tavaly a baleset megelőzés hatékonyságának érdekében, és javult is ennek folyamán az erre vonatkozó statisztika. Közlekedésbiztonság. Halálos áldozat nem volt a tavalyi évben regisztrálva közútjainkon, csökkent a súlyos sérültek száma, és ezt miért emelném ki? Azért, mert azt láthatták, és ez nem biztos, hogy mindenkinek jól eső érzés volt, a közigazgatási bírságolásunkat 4-szeresére,
a szabálysértési bírságolásunkat pedig körülbelül háromszorosára emeltük. Tettük ezt leginkább azért, hogy a közlekedés biztonságában egy kis rendet teremtsünk. Nagyon sok energiát fektetett a rendőrség mindez idáig a baleset megelőzésre, és kevéssé éreztük hatékonynak. Most például a tavalyi évnek nagy slágere volt mi nálunk a biztonsági öv ellenőrzése. Ez közigazgatási bírságolás kategóriájába esik, és nagyon sokat kellett bírságolnunk. A rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztések sorában született döntés arról, hogy a kerület vezetése a Kelet-Pesti Tankerületi Központ munkáját segítve támogatja a Gregor József Általános Iskola udvarának felújítását, mely beruházás a tervek szerint hamarosan megkezdődik. Végezetül egyaránt elfogadásra kerültek a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének, a Félúton Alapítványnak, a Rákos Csabai Baptista Gyülekezetnek, illetve az Önkormányzat Család és Gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatait végző intézményeinek 2023. évről szóló beszámolói, ahogyan a Rákosmenti Sport és Rendezvény Központ non-profit korlátolt felelősségű társaság idejévre vonatkozó üzleti terve is. Befejeződtek az 525. téri parkolók felújítási munkálatai. A fejlesztésnek köszönhetően a Hófehérke óvoda előtt egy 300 négyzetméternyi terület kapott új aszfaltburkolatot. Továbbá a felület víztelenítése érdekében 4 darab szikkasztókutat is kialakítottak a szakemberek. A korszerűsítéssel kapcsolatosan Horváth Tamás polgármester, illetve M. Tóth Katalin, Akadémia Újtelep és Madárdomb önkormányzati képviselője adott bővebb tájékoztatást. A Hófehérke óvodába érkezők már birtokba is vették az intézmény előtti felújított parkolókat, amelyeket a napokban adott át Horváth Tamás polgármester és M. Tóth Katalin. Az Akadémia Újtelep és Madárdomb önkormányzati képviselője elmondta, a korszerűsítés néhány héttel ezelőtt fejeződött be, a visszajelzések pedig azt mutatják, hogy a szülők nagyon hálásak a megvalósításért. Rendkívül hiánypótló volt ennek a parkolónak a megépítése. Nem is a környéken élőknek, hanem átvitt értelembe az óvodába járó szülőknek, akik gyermekéket sok esetben autóval hozzák, nem azért, mert lusták, hanem azért, mert tovább haladnak a munkahelyük irányába. A fejlesztésnek köszönhetően 300 négyzetméternyi terület kapott új aszfaltburkolatot, továbbá a felület víztelenítése érdekében 4 darab szikkasztókutat is kialakítottak a szakemberek. 2 évvel ezelőtti programunk, akkor kezdtük el a óvoda melletti parkoknak a felújítását. Tavaly évben a másik oldalon, másik irányba haladtunk vele, és az idén még hátra volt ez a 300 négyzetméternyi felület, amit fel kellett újítani, hiszen nagyon rossz állapotban volt már ez a parkoló, főleg esős időszakban, és ezért is gondoltuk úgy, igazgató asszonyal együtt, hogy akkor haladjunk ebbe az irányba is, hiszen nagyon sok gyerek jár ide, és reggel általában ugye, amikor érkeznek a gyermekek, ezt mondhatjuk csúcsidőnek, akkor nagyon nehéz volt már a parkolási helyzetet megoldani, úgyhogy a gyerekek biztonságban be tudjanak jutni az óvodába. A városvezető hozzátette, bízik benne, hogy a korszerűsítéssel egy megfelelő szintű parkolási helyzet alakult ki a Hófehérke óvoda környékén. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rakosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!